A Szimfónia Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek előadása nyitotta meg a regionális tanoda konferenciát a Nyíregyházi Vármegyeháza dísztermében. A rendezvény célja volt, hogy a hazai 180 tanodát is az azokban tevékenyen résztvevő 6000 gyermeket érintő szakpolitikai kérdéseket megvitassák, és a szövetség tagjai bemutassák munkásságukat. Magyarországon jelenleg 180 tanoda működik, ebből mi egy szövetséget hoztunk létre 43 tanodával. Nagyjából ez a régiót letakarja, tehát le is fedi a Borsod, Hajdú, Szabolcs megyei, Jász-Nagykun, Szolnok megyei tanodákat. És hogy mi is az, hogy tanoda? Kicsit olyan hétköznapi nyelven szóval, mint egy napközi, de annál sokkal több. Olyan lehetőséget, olyan élményeket, olyan pályorientációs foglalkozásokat és életre való felkészítést biztosít, amit az iskolában mondjuk nincs idő egy gyerekre. Alapvetően kisebb létszámmal működik, mint mondjuk egy iskola, tehát ilyen 30 fős tanulákat kell elképzelni, és ilyen délutáni foglalkozás gyerekeknek. Itt aztán felzárkóztatjuk, elsődleges feladatunk az iskolai lemorzsolódás megelőzése. Tehát egy kicsit, hogy bepótoljuk azokat a hátrányokat, amiket otthonról hoznak. Baracsi Endre köszöntőjében azt fogalmazta meg, hogy a tanodákban eltöltött hasznos szabadidő és tanulás a gyermekek tovább tanulására és az egész életére pozitív hatással lehet. A tanoda program, illetve a tanoda hálózat egy nagyon jó gyakorlat, azt hiszem, ezt rögtön az elején leszögezhetjük, hiszen olyan színteret teremt a Vármegyében több településen is, és bár nem szeretnék kiemelni természetesen településeket, de akár Nyírgyulajban, Nyíregyházán, Rozsályba, Ópályba példaértékűen működnek tanodák, és itt mindenhol kapcsolódik hozzá egy civil szervezet, illetve egy olyan közösség, akik tudják, szeretnék és akarják is segíteni azokat a hátrányos helyzetben élő gyerekeket és családokat, akiknek nagy szükségük van arra, hogy a tanórán kívüli időszakban legyen lehetőségük arra, hogy a képességeiket, készségeiket fejlesszék, illetve olyan programokban, olyan közösségi foglalkozásokban, olyan közösségi élményekben legyen részük, és vehessék ki aktívan ezekből a részüket, amelyből valóban fejlődik akár a gyermek, akár pedig az a közösségi tudat, amely aztán a települést és a közösség hasznára is válik. Tanoda működik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a teljesség igénye nélkül sorolva, például Ibrányban, Kálósemjénben, Nyíregyháza Benkőbokorban, Nyírgyulajban. A tanodák finanszírozása állami támogatásból valósul meg, és a hátrányos helyzetben élő gyermekek számára térítésmentes. A konferencián köszöntötte a jelenlévőket Radomszky Lászlóné, a Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára is. 2023-ban több mint 3 milliárd forinttal támogatják a működését. Jelenleg hazánkban 180 tanoda működik. A 180 tanodában több mint 5000 gyermek. 5000 gyermeknek a oktatási esélyekről, a támogatásáért dolgoznak a szakemberek. A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát, amit 2021. augusztusában elfogadott a kormány, fontos célokat határozott meg. Ilyen fontos cél a gyermekes családok támogatása, akik szegénységben élnek, hátrányos helyzetűek. És ilyen fontos cél az oktatási esélyek növelése. A nap további részében betekintést nyerhettek a jelenlévők a tanodák működésébe és az eddig bevált jó gyakorlatok kialakításába.